Minden évben eljön egy pillanat, amikor a szülőknek fontos döntést kell hozni. Vajon milyen a jó iskola? Benne tágas terek. Legyen benne sok gyerek. Vagy legyen benne kevés gyerek. Vagy legyen ott játszótér is. Játszótér is! Most már lehetem én. De legyen ott személyre szabott oktatás is. Személyre szabott oktatás. És legyen szép nagy ebédlő is. Képe. Jó. Ülj vissza. Legyenek tágas tantermek. Az is fontos, hogy legyen sok testmozgás. A számítógépezés is nagyon fontos. A képességfejlesztés is nagyon fontos. Jó, kezdjük. Nézd. Farkas szemmel. De a szeretet is nagyon fontos. Mi vagyunk az önök iskolája. Kedves leendő első osztályosok és kedves szülők, amit biztosítani tudunk. Barátságos, esztétikus, egészséges, tágas környezet. Kiscsoportos foglalkozások. Egyéni fejlesztések, foglalkozások, tanórán kívül is. Tanulmányi versenyeken való részvétel. Szociális segítségnyújtás, családok támogatása. Tanulóinknak tanszerek biztosítása. Ingyenes kirándulásokon való részvétel, melyet alapítványunk és különböző pályázatok segítenek. Erzsébet táborban való részvétel. Nagy tapasztalattal rendelkezünk a látás és mozgássérült tanulók fejlesztésében, oktatásában. De az mindennél fontosabb, hogy jól érezzük magunkat. Mi vagyunk az önök iskolában. Lacika, most megyünk 10 óra izni. Köszönöm a figyelmüket.
Tadá! Igen, de úgy, hogy aki ezen az oldalon ül, az tadá! Mi a légi feled, aki erre, tadá! Érthető? Tadá, és oda nézel, mi a légi. Tadá! Összeül, mert szétzilálódott a...